Lélekkel keresem a lelket, és a lelkeknek vágyom továbbítani a fellelt lélekkincseket. Ez mai vendégünk mottója, aki szerint minden elénekelt mű az élet megnyilvánulásának lehetőségeit és annak erejét sugározza. Lássuk, hogy kinek a portréjával várjuk ma önöket a Kontúrban. Nem hiába áldoztam magam, sok-sok áldozattal jár ez a pálya. Pitti Katalin, Liszt Ferenc díjas operaénekes, érdemes művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja. Zeneakadémiai tanulmányai alatt 1976-ban részt vett a lipcsei nemzetközi Bach versenyen, ahol második helyezést ért el. Diplomája megszerzésének évében készült a Magyar Televízió Verdi Otello operafilmje, melynek női főszerepére több meghallgatás után őt választották ki, így pályakezdőként együtt énekelhetett és játszhatott az akkori legnagyobbakkal, Simándi Józseffel és Melis Györggyel. A felvételt Ferencsik János vezényelte. Az 1978-79-es évattól a Magyar Állami Operaház magánénekeseként szerződtették, ahol az operairodalom legcsodálatosabb szerepeit énekelte. A világ számos országában fellépett. Dresdában Verdi a Lombardok című operája Giselda szerepének előadása után 17-szer hívták függöny elé. A legtöbb különböző rendezésben Verdi Traviata című operájában Violettát énekelte. Kiemelkedő szerepei között van Puccini Pillangó kisasszonyának címszerepe, amelyet 16 éven át énekelt, de Puccini Bohém életének Mimi szerepében és Csajkovszki Anyeginjének Tatjana szerepében is maradandót nyújtott. Opera szerepein kívül mindig szívesen énekli Bach, Mozart, Verdi, Liszt, Kodály oratórikus műveit, illetve dal- és áriaesteket. Számos felkérést kapott az operett világába is. A legtöbbet énekelt, játszott operett szerepe Lehár a Vígözvegyének Glavari Hanna szerepe, amelyet a Margit-szigeti szabadtéri színpadtól a Bécsi Staatsoperen át Tokióig adott elő. Hasonlóan meghatározó operett alakítása a Saffi, ifjabb Johann Strauss a Cigánybáró című művéből, Liza, Lehár a Mosolyországa című operettjéből és Marica grófnő, Kálmán Imre operettjének címszerepe. Sok szeretettel köszöntöm Pitti Katalint a stúdióban, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én nagyon szépen köszönöm a meghívást, és boldogan vagyok itt. A kezdő gondolattal folytatnám, lélektől lélekig tart a művészet, szóval, hogy egy lélek átadásnak fogja föl az éneklést? Feltétlen. Azt gondolom, hogy az éneklés az mindig a lélek megemelkedettsége. Akár bánatot, fájdalmat fejezel ki, akár valami földön túli örömöt, az a léleknek, a megélt dolgoknak a felső szintje az, amit mi elénekelünk, amit megírtak a szerzők, mindenben. És ettől van az, hogy a legnagyobb tragédiák, bánatok is kincsekként tudnak megmaradni a lelkünkben, mert azokból sokat tanulunk, azoktól leszünk jobb emberek, és a hallgató is mindezt jól érzi. A vidámság az egy, vagy az öröm, az egy egészen másfajta zenei élmény az éneklésben is, mert általában ugye azok gyorsak, gyors tempójúak. Egy énekes igazi lélekhangja a lassú, lassú, hosszú frázisokban jön ki, a gyorsakban, annak megint csak a felülete marad meg. Mint ahogy az élet is olyan, hogy talán a boldog pillanatok gyorsabban elszállnak, mint a fájdalmak, amik nagyon hosszan velünk maradnak. Igen. Azt hiszem, hogy tragédiából és örömből is kijutott az életében. Picit kalandozzunk a gyermekkorban, vagy már talán azelőtt is. Azért az nagyon meghatározó, amit kapunk a családunktól, és amit hordozunk a családunk által. És azért egy szomorú témát nem tudok megkerülni, hogy a családja nagyon sok szenvedést el kellett, hogy viseljen. Mi történt a családjával? Hát mondhatnám azt, hogy ugye még a hugommal való megszületésünk előtre nyúlik az vissza, hogy a második világháború közelettével is utána az édesanyám családja is, és édesapám családja is nagyon meghurcolt, és
és hát édesanyám szüleit tömegsírba lőtték az oroszok, úgyhogy anyukám ott volt velük 13 éves kislányként, két bátyja már fogságban volt, édesapám pedig fogságba került, orosz fogságba került, majd több mint 3 évig, majdnem 4 évig, és az ő édesapját, atyai nagypapámat is, és én arra emlékszem, pici lánykorom óta tudattalanul feküdt az ágyban szélütt, és érte, hogy mindenüket be kellett szolgáltatni, az egész életüket, rengeteg szorgalmas munkájukat derékba törték, és hát szóval megaláztatások sorozata, és nem csak megaláztatások, hanem fenyegetések. És így költöztünk végül is Budapestre, és ugye itt így találtak ők is egymásra, ugye édesapám jó barátai voltak, édesanya testvérei, bátyai, és hát a hasonló sorsúval érti meg magát, egy tekintetből is értik egymást. Milyen nyomot hagy a személyes sorson egy ilyen családi örökség, vagy egy ilyen trauma? Hát ezt kislánykorunkban nem annyira éreztük, hát sőt, csak azt tudtuk, hogy édesapa nagyon szigorú volt velünk. Mindig azt mondta, hogy fiam, az a tied, amit megtanulsz, és az a legfontosabb, hogy kiválóan tanuljál, mert azt nem vehetik tőled el. És ez örök életre való utasítás volt édesapától. Azt mondta, hogy amit csinálsz, azt nagyon csináld, vagy ne csináld. De ha csinálod, akkor nagyon, amit csak lehet, hozz ki magadból. És pont ma van névnapja édesapámnak, úgyhogy itt van velem. Olyan érdekes az, hogy valójában ez az élet minden területére nagyon igaz, hogy ahova elszántad magad, amerre elindultál, ott mindent tegyél meg azért, hogy a legsikeresebb legyen az a dolog, vagy ne indulj el arra. Azon gondolkodtam, hogy kicsit jelképes az, hogy az éneklés mellett volt egy másik fontos dolog is a gyermekkorában, illetve a fiatalkorában, a vívás. És milyen érdekes, hogy meg kell küzdeni egy pályáért, egy karrierért, vagy bármiért az életben, ami fontos nekünk, és a vívás szerintem egy olyan sport, ami kifejezetten ezt a küzdelmet is jelképezheti. De hogy dőlt az el, hogy nem vívás, hanem éneklés? Hát egy mondatot azért arról is mondanék, hogy lett a vívás. Az én drága nagybátyám, Piti Péter, édesapám legifjabb öccse, birkózó volt. A római olimpián 4. volt. Aztán egy furcsa váltóláz miatt kivizsgálások sorozatával kiderült, hogy egy veséje van, a másik veséje fel van sülve a bordájára, és ez egy született hiányosság, és egy vesével nem lehet birkózni, mert életveszélyes. Hát ketté tört a pályája. És Pötyi is azt mondta nekem, hogy Katikám, érjed el azt, amit én nem érhettem el, menj a csúcsokra. Hát én nem mondom, hogy én a csúcsokon vagy voltam valaha is, vagy jutok oda, vagy nem is vágyom én a csúcsokra. Én csak a művészi életem, művészi kifejezésben szeretnék a legegyszerűbb és legigazabb lenni. Ez az célom mindig. És bizakodom benne, hogy ahogy idősödöm, ez egyre jobban, egyre sűrűbb tud lenni. Édesapa választotta a sportot húgomnak is, nekem is, hogy mit sportoljunk, hogy tanuljunk meg küzdeni, tanuljunk meg veszíteni, és újra fölállni, és újra menni tovább. Édes húgocskám, ő kosárlabdázó volt, és nagyszerű csapattag, és nagyszerű versenyző volt. Nekem a vívás jutott a Vasasba, és kiválasztott verseny, vagy tanuló, vagy edzésre járó lehettem, mert minden nap mentem edzésre, Fodor Pista bácsihoz, Hajnal Bélához, akikkel, hát egy élmény volt a munka, és harmadosztályú versenyző voltam, amikor kiderült, hogy az én énekhangommal kellene valamit kezdeni, mert akkor voltam harmadik gimnázium májusában volt egy énekverseny, egy országos énekverseny, amit megnyertem megint, és ez így ment, vagy szavaló versenyt nyertem, vagy énekversenyt, vagy mind a kettőt, mert az irodalom, a versek szeretete is kislánykorom óta ott volt, és mai napig velem van, én nagyon-nagyon szeretem a sűrűn megírt verseket, amiben szintén egy költő az ő legmélyéből a legmagasabbra tudja megfogalmazni azokat a dolgokat, amit mindenki ért, érdekes módon. Tehát ezt csinálja a zeneszerző is természetesen.
Akkor egy zsűri elnök, Borgulya András azt mondta, hogy hát maga még mindig nem tanul énektanárnál, hát mondom, azt se tudom, hova menjek. És akkor kaptam első énektanárnénim címét, nevét, telefonját, Sík Olga nénihez küldött el ez az ember, édesanyával megkerestük. És Olga néni azt mondta, hogy szép hangod van, de hogy ebből mi lesz, fiam, az azt dönti el, hogy mennyi akaraterőd van. Hm. Na, és hát így az... is lett, az döntött el? Az akaratereje? Hát a tehetség és az akaraterő együtt. Hm. Egy picit még mielőtt a fantasztikus pályakezdésről lenne szó, de csak megütötte a fülemet, még a vívás előtt említette az egyszerűséget, hogy arra törekszik, hogy minél egyszerűbb legyen. Ez volt az egyik fele a törekvéseknek, amit említett. Mit jelent ez az egyszerűség? Nyilvánvaló, hogy ez egy gondolati, lelki, pszichés előkészületet is igényel. Magadban meg kell keresned azokat az érzéseket, ki kell bányásznod magadból, amiből majd megszólalsz. Tehát amiből elindul az a mű, amit elő akarsz adni. Tehát gyakorlatilag rá kell állni egy sínre, amin aztán hagyni kell, hogy végig guruljon az a szekér, vagy az a vonat végig menjen, és azon belül bízni abban, hogy amit a rendezővel, a zeneszerzővel, a karmesterrel együtt, és a te belső törvényeid szerint mersz ide-oda mozogni, mert ugye első, hogy el kell énekelni. Tehát olyat nem tehetsz, ami miatt nem tudod elénekelni. Uh-huh. Ugye? Mert akkor kisiklik a zene szépsége. Tehát első, hogy mindig olyan fegyelmezetnek kell lenni, hogy azon belül mit tehetsz. Uh-huh. És hát itt egy nagyon érdekes hasonlat jutott most hirtelen eszembe, de biztos majd lesz még módom, hogy elmondjam. De lényeg az, hogy mindig a fegyelmezettségen belül van a szabadság. Uh-huh. És akkor alázattal működni, mindig alázattal működni, mindig úgy megyek ki a színpadon, hogy nem tudok semmit, mint egy érettségi vizsgára, hogy elmegy az ember. Mert annyi mindent megnéztem, annyit mindent kigyakoroltam, annyi mindent tudok, de mégsem tudom, azt hiszem. És hogy imádkoznom kell azért, hogy adja meg a Jóisten azt a kegyelmet nekem, hogy mindenből megfelelő arányban tudjak adni. Hm. Ne legyek se túl sok, se túl kevés, pont annyi legyek, amennyinek kell lenni. Innen folytatjuk a beszélgetést. Pitti Katalint diplomája megszerzésének évében válogatták be Desdemona szerepére a Magyar Televízió Otello opera filmjébe, ahol Simándi József és Melis György mellett Kovács Kolossal is együtt szerepelt. Most ő következik. Megbocsáss, Jóram! Az első opera, a opera film tulajdonképpen az Otello volt, ahol nagyon nagy nevű partnerei voltak Pitti Katalinnak. Simándi József volt az Otello, Jágó, Melis György, és ő főiskolás volt még, mikor kiválasztották erre a szerepre. Az első az volt, amit észrevettünk nála, hogy gyönyörű. És mikor elkezdett énekelni, akkor nem torzult el az arca, hanem még szebb lett. És tulajdonképpen ez kísérte végig az ő pályáját, hogy nem csak énekhangban, hanem megjelenésben is a legfelsőbb szinten tudta nyújtani a művészetét. Nagyon jó és nagyon kellemes volt vele egy darabban lenni, mert mint említettem, ő egy jelenség volt, egy megjelenés, és ez hát bizony a partnerekre hatással volt, és a partnereknek a játékát is segítette. Ahol kellett, ott lágy volt, ahol keménynek kellett lenni, ott kemény volt, avval tudnám jellemezni, hogy profi volt. Ezen a pályán a népszerűséget azt viselni kell. Nem lehet nagyon elbújni, meg kell találni az arany középutat. Én azt hiszem, hogy ő a pályáján ezt megtalálta.
nem szállt el a sikerektől. Megmaradt olyan szerénységi fokon, ahogy azért észrevehető legyen. Milyen gyönyörűen csengtek össze Kovács Kolos szavai az ön szavaival, amit még az interjú részlet előtt mondott. Tudom, hogy nagyon sokat jelent önnek ez az operafilm. Miért? Hát, miért? Az ismeretlenségből ezzel a filmmel kerültem az egész ország számára ismerté. Olyan karmesterrel, hogy Ferencsik János, eszembe se jutott, hogy én valaha találkozhatok. Egy olyan kiváló rendezővel, mint Horváth Ádám, és olyan profi rendezővel, rögtön a pálya elején ilyen emberekkel találkozni, és tőlük tanulni, és olyan partnerekkel, mint egy Simándi, mint egy Melis György. Soha nem gondoltam, hogy én a közelükben lehetek. És egyszerűen úgy befogadtak engem, olyan természetességgel, hogy semmi gond nem volt azzal, hogy én egy pályakezdő vagyok, ők pedig már igen komoly gyakorlott, és nagyon, nagyon mély, nagy mélységű művészek. Bár hozzá kell tennem, és ezt nem szerénytelenségből, hanem a készülésem, az állandó önmagam gyűjtése kapcsán mondom, hogy a vers, az irodalom, a dráma iránti vonzalma mindig is nagyon erős volt. És ez tükröződik az alakításokban is. Tehát, hogy sosem úgy fogta föl, hogy csak elénekel egy szerepet, hanem hogy egyé válik azzal a szerepet. Így van, és a Zeneakadémián is a színészmesterség tanárunk, az én évfolyamomnak Egri István színész rendező volt, aki hát olyan kemény, gyönyörű órákat tartott, olyan komoly munkát várt tőlünk. Én ott csináltam egy teljes estet csak versekből és monológokból, és úgy kellett bemenni az órájára, hogy ugye hát nyilván teljes szövegtudással, amit ő kért tőlünk, akkor lehet formálni valamit. Hát én is a növendékeimtől megkívánom, hogy a darabot mielőbb tanuld meg, akkor tudunk csak rajta dolgozni, akkor lesz értelme annak, hogy ezt olyan szépen tud előadni majd, amilyen szépen csak képes vagy. És én nálam is fontos a versmondás, nekem is a növendékeimnél minden fél évben kell egy verset hozni, amit megtanulunk, amit együtt előadunk, úgy, hogy majd a 50. sorban is hallják azt a verset, és nem motyogunk, hanem használjuk a rezonanciánkat, a saját Isten adta adottságainkból főzünk. Mindig ezt szoktam mondani, ez a spice, meg a lelked, amiből meg tud születni az a mű, ahogy megszületett a zeneköltőben, vagy a versköltőjében. És számtalan gyönyörű mű született ön által újjá, ugye most Puccini és Verdi szerepekre gondolok, meg még hosszan sorolhatnám, de hogy picit még, hogyha itt maradunk a pályakezdés elején, ez azért nagyjából egybeesett a gyermeke születésével, aki egy nagyon-nagyon várt gyermek volt. Na de azért, hogyha belegondolunk abba, hogy nem lehetett egy egyszerű helyzet, és pláne évtizedekkel ezelőtt azt hiszem, hogy ez még nehezebb helyzet lehetett, szóval hogyan tudta a kettőt összeegyeztetni? Nagyon nehezen. Barbarám 73-ban született, első éves voltam a Zeneakadémián, és egyedül én kaptam jelest, mikor pocakkal énekeltem a fél évi vizsgán az egész évi anyagból. Mindig szétszakadt állapotban van az a nő, aki asszony, anya akar lenni, és egy hivatást is adott neki az Isten. Mert vagy az egyik oldalt teljesített teljes odaadással, akkor a másik oldal jajgat utánad. Ha pedig a másik oldalon adsz oda mindent, akkor amott nem tudsz teljességgel ott lenni, jelenleg. Örök lelkiismeret furdalásban? Állandóan. És állandóan marcangolva, hol így, hol úgy megvilágítva az életemet, hogy vajon mi lett volna akkor, ha én nem vagyok egy ilyen pályára alkalmas, és egy ilyen művészi vénával megáldott ember, akit szinte ostoroznak a feladatok, hogy gyerünk, Pitti, csináljad, és szedd össze magad, és mindent hozzál ki magadból, amit édesapám adott útravalóul. Édesanya segített rengeteget is, az én húgom, akik teljesen természetesen vették azt, hogy te csak menj és csináld a dolgodat, és ők voltak Barbarával.
Említette ugye ezt a sok fontos útravalót, amit az édesapjától kapott, aki egyébként utóbb nagyon büszke volt önre, de annyira nem támogatta ezt a pályát az elején még. Neki is akart bizonyítani? Hát erről szólt az egész életem, hogy édesapának megmutassam azt, hogy ez nem szalmalánga, hogy ő gondolta, hanem hogy engem hív ez a pálya. Én láttam magam abban a helyzetben, hogy egy szerepet hitelesen meg tudok formálni, és tapsolnak, és örvendenek az emberek, de aztán megtanultam azt, hogy a csend az nagyobb siker, meg az igazi siker az, hát a sikert azt is idézőjelbe teszem, amikor az emberek a lelkükben emlékeznek egy-egy alakításodra, vagy egy-egy pillanatra, amit az ő lelkükben elő tudtál hívni. Eszébe jut most ilyen csend, amire vissza tud emlékezni, ami nagyon meghatározó csend volt? Igen. Igen. Butterflyt 16 évig énekeltem. Pillangó kisasszonyt. Igen, Pillangó kisasszonyt. És ott ugye több áriája van, a belépő ária, a második felvonásbeli nagy ária, azon belül még van egy másik ária is, és az utolsó felvonásbeli, amikor nem tudnak tapsolni. Nem tudnak tapsolni. Mert nem az van bennük, hogy most hú, most örjöngünk, hanem igazán a lelkükbe szállt az a pillanat, és úgy megy tovább a darab. Folytassuk megint csak innen a beszélgetést, mert ismét következik valaki, akit jól ismer, és akivel sokat dolgoztak együtt. Medvecki Ádám előadásaiban a lélek muzsikált, csupa poézis volt vele a Bohém élet vagy a Traviata. Így emlékezett vissza vendégünk a Kossuth Díjas karmesterrel közös munkáira. Mi arra is kíváncsiak voltunk, hogy a legendás dirigens hogyan látja Pitti Katalint. Merem állítani túlzás nélkül, hogy ő tulajdonképpen az utóbbi évtizedek magyar operajátszásának egyik legjelentősebb alakja. Az ő szenvedélyének és nőiességének és tulajdonképpen a Puccini szerepkör volt, ami anyanyelvi fokon beszélte. A hangi jellegzetesség az, hogy törésmentes volt. Neki tényleg a felső S-től most lefelé megyek kivétel, a lenti A-ig, a mély hangon neki törés nélkül, nagyon jó levegő technikával és tisztán énekelt. Nagyon karban tartotta a hangját, nagyon kontrollálta, és rendkívül jól gazdaságosan bánt vele. A hangi adottságai mellett a rendkívül széles körű volt a kifejezési skálája. Szóval mindent tudott, és ettől volt igazából a szó nemes értelemben vett díva, aki nem mesterkértségben és nem külsőségekben hozza magával a viselkedést és a rangot, mert a belső értékei azok voltak azok, amik tulajdonképpen az művészetét nagyját tették. Emberi tulajdonságáról egy nagyon lényeges dologról szeretnék beszélni. Sokat szervezett és énekelt is jótékonysági koncerteket. Természetes volt, hogy segítsen mindenkin, ahol lehet. Nehéz megszólalni a gyönyörű hangok után, és persze Medvecki Ádám mondatai után látom, hogy nagyon megérintette, amit hallott. Tudod miért? Mert igazolva látom azt, ami a szándékom, azt van, aki észreveszi. Ő biztos észrevette. Nem mindenki veszi észre, van, aki elmegy mellette. Az nagyon fáj, amikor elmennek mellette? Hát amikor levegőnek nézik az embert, az fáj az embernek. De holott oda tettél aznap is mindent. Ugye két nap egyforma nincsen, ezt tudjuk nagyon jól. Van, amikor az ember az eget csókolja, és van, amikor olyan nehezen ér el oda. És a legrosszabb napodon is úgy kell énekelni, és úgy kell adni, mindig adni, hogy ne a léc alatt menj át, hanem fölötte. A kérdés csak az legyen, hogy a léc fölött ennyi a távolság, vagy ennyi?
egy picit visszautalva Medvecki Ádám szavaira, az ön egyik énekes példaképe, vagy talán akit a legnagyobbnak tart, Mária Kállás. Azt mondja, hogy akinek a gondolatait is hallani lehet éneklés közben, és Medvecki Ádám talán picit hasonlóan írta le önt. Lát karakterhasonlóságot Kállás és ön között, valami emberi motivumot, ami összekötheti önöket? Nagyon érdekes támadást kaptam az életemben Mikes Lillától, annak idején a Koronapódium vezetőjétől, hogy Mária Kállás életéről egy önálló estet csináljunk, és hogy én énekeljek. De én? Hát én hol vagyok Mária Kállástól, könyörgöm, édes Lilla, hát ne tegyél engem ilyen helyzetbe. És addig járt a nyakamra, ha elküldtem, bejött az ablakon, most csak mondom, ezt csak jelképesen mondom természetesen, és addig, hogy elkezdett ez itt mozogni az agyamban, és a drága Péter Szabó Anikó kolléganőmmel, aki egy varázslatos, csodálatos korepetitor volt és előadó a zongora mellett, elkezdtük nézegetni, hogy melyik áriákat, melyik szerepeket énekelhetem, amit ő énekelt, melyikkel lehetek én is azonos, és így összeállítódott az a gyönyörű program, amit több mint százszor adtam elő a Koronapódiumon, itthon és külföldön. És mindig úgy mentem az előadásnak, hogy, hogy nem tudtam, hogy hogy érek a végére, mert a Toszkától a Traviátáig, a Normáig, a Medeáig, Violettáig, mind, még eleinte Luciát is énekeltem benne. A drága Andor Évike eljött az előadásra, és azt mondta, hogy Katikám, hát ez egy öngyilkos műsor. És hát valami nevetséges pénzért csináltam. Nem is, soha nem a pénz, soha nem érdekelt, mindig a feladat érdekelt. És egy 2x3 méteres kis színpadon, és már fél méterre ültek a számban. Jóformán a hangszalag működését látták. No, édesapám, aki mindig féltett ettől a pályától, és nem támogatott rá, mert azt mondta, hogy ilyen jófejű vagy, te menj egyetemre, menjél orvosnak, vagy tanárnak, vagy mérnöknek, vagy de nem művészi pályára, féltett tőle. Erre eljött erről az előadás, és azt mondta, attól kezdve nagyobb hívem nekem nem volt, mint az édesapám. Hmm. Akkor sikerült bizonyítani neki. Igen. Azért Kállás élete is, és az öné is, hát nem volt csalódásoktól mentes, főként a magánéletben, a párkapcsolatok terén többször is férnél volt, és nem akarnék ebben én vájkálni, csak az érdekelne, hogy mi az, amit nem sikerült megtalálni a párkapcsolatokban, és tulajdonképpen ez mit vett el, vagy éppen tragikus módon adott hozzá a művészi pályájához? Jókat mondasz. Igen. Mert elvesz és ad is. Így van. Minden drámai helyzet, minden tragédia az életünkben kiforgat négy sarkadból, és újra meg kell találni önmagadat. És nagyon sok esetben a művek segítenek benne, és azokban a művekben, amit ilyen helyzetben énekelsz, vagy adsz elő, új oldalak, új mélységek születnek. Mert más az aspektus, más honnan indulsz. És ez az örök csoda a mi pályánkon. Soha két egyforma előadás nincsen. Énekelheted százszor, az mindig más lesz. Egy kicsit mindig más. És egy igazán tehetséges ember nagyon nehezen talál magához való partnert. Azt hiszed, és arra vágysz. És mindent megteszel érte, azt gondolod. És a gúnyolódás, a röhely tárgya vagy, és semmi nem elég, amit te oda teszel, mindig a féltékenység és az irigység. Borzalmas ez, de a családon belül ez a legborzalmasabb, a legközelebbi hozzátartozókkal. Talán nem is tudja egyikük sem, hogy az az oka, miért téged bánt, de oda mész nagy szeretettel és sírva jössz el. És mindig csak aztán marad az, hogy ide bemegyek és hagyjon békén mindenki engem. És amikor eljön ez a pillanat, én akkor soha nem nézem, hogy most én mit veszítek, vagy
egyet tudok, hogy amit kaptam a jó Istentől, arra vigyáznom kell, és senki nem veheti el tőlem. És senki más nem határozhatja meg, hogy én azt csináljam, vagy ne csináljam. Ami engem sokszor reggel ébredek fel, hogy nekem meg kell csinálnom a Trianon CD-t. És azt mondom, hogy hát de Pitti Kati, ez egy akkora feladat, hogy ezt egyedül, hogy gondolod ezt? De akkor már készítettem két Mária CD-t, egy karácsonyira, egyet húsvétra, és amikor beadtam a pályázatomat, még válasz se jött rá, mert jött a Covid. És akkor mégiscsak ott, nem tudom, 20 éve gyűjtöm az anyagot rá. És mire úgy összegyűlt versekben, dalokban, kegyhelyekről, és határon túli költőktől, és határon túli imádságokból az anyag, szóval, de ezt meg kell csinálnod, Pitti Katalin. És nagyon kedves jó barátaim, van nekem egy édes emberem, a Gyula atya, aki testvérkéjének nevez engem, vagy önmagát én mellettem testvérkéjének nevezi. És azt mondta, hogy Kati, ezt csak te tudod megcsinálni. És összegyűjtöttem magam, és újraírtam kérvényt, hogy megértem, hogy a Covid elvette a fókusz sok mindenről, és bizony nagyon oda kell figyelnünk önmagunkra, és embertársainkra. Mert itt népirtás folyik, a világ emberiségét pusztítják. Lehet, hogy ez csak a kezdete annak, hogy kihal a földön az egész emberiség. Semmit nem tudunk, hogy mi jön, de akkor is, amit a lelkedben megszületik, azt csináld meg. És nem most, hanem tegnap kell megcsinálni. És az egyszerűen úgy érzem mindig, hogy kevés az idő. Amit ma megtehetsz, azt meg kell tenni, mert nem tudom, hogy holnap lesz-e még élet. Innen folytatjuk a beszélgetést. Pitti Katalin műsorait gyakran az Ómagyar Mária síralommal kezdi, és kiemelten fontosak számára a magyar hagyományok, amelyeket művészete mellett személyes megjelenésével és ruházatával is tükröz. Erről is kérdeztük a polgári és úri viseletek újraélesztésén dolgozó ruhatervezőt, Hampel Katalint. Katit legalább 30 éve ismerem, az első találkozásunk talán egy brüsszeli út volt, amikor Schmidt elnök úr, aki akkor még Brüsszelben dolgozott, meghívott 20-30 embert, hogy az Európai Parlamentet bemutassa, és ebben a csoportban több énekes volt, Ferenc Éva, Pitti Kati, és több nagyon szép hangú hölgy, és akárhová mentünk, kirándultunk Brüsszelbe, megálltunk egy szobornál, rögtön mindenki dalra fakadt, a Bartók szobornál Bartók éneket énekeltek, a Manu Kempisnél francia éneket, Katalin nap volt pont éppen, akkor este Katalin dalokat, úgyhogy el is neveztük a csoportot az Éneklő Ibusz csoportnak, mert minden görbefánál megállt a csapat és éneket. Itt ismertem meg igazán közelről Katit, és attól kezdve mi öltöztettük. Egy nagyon nagy élmény volt őt öltöztetni, nem csak a szépsége miatt, meg a jó alakja miatt, hanem nagyon jó ízlésű is Kati, és ő nem csak a zsinóros ruhákat szerette, hanem a régi népi ruhákat is. Úgyhogy csináltunk neki ezeket a gyönyörű szép régi litjákat, paraszoknyákat, kötényeket, és csináltunk neki zsinóros ruhákat is, amiknek tulajdonképpen 300 éve üzenetük van ezeknek a ruháknak, és az üzenet az egyezik Kati elképzelésével a hazáról, a nemzetről, és ő nagyon büszkén és jól tudta viselni mindig is ezeket a ruhákat. A Kati mindig mindenütt az emberi érzéseket keresi. Nagyon nehéz életet adott neki a sors, hiszen ő választhatta volna azt a könnyű utat, hogy báronné lesz egy német vagy egy osztrák kastélyba, de ő a hazaszeretete és a munkaszeretete hazahozta, és egy sokkal nehezebb utat választott. Ő nagyon nyitott, nagyon beszélgetős, mindenki nagyon-nagyon szerette, mert tiszta szívvel áll oda az emberek elé.
Nem adott könnyű életet a sors, az igaz, de azon gondolkodtam, hogy egy korábbi interjújában valahogy úgy fogalmazott, nem idézek pontosan, hogy mindenben csalódtam, ami szent és fontos volt számomra, viszont úgy gondolom, hogy azután kezdődik az igazi élet. Mi az, ami átrendeződött önben, ami új alapokat jelentetett? Hát a lényeges és fő útvonalat megtalálni mindig. Amit az ember elveszít, másképp találja meg. Az Úristen ad nekünk, és az Úristen elvesz tőlünk dolgokat. De nem azért, hogy minket sanyargasson, hanem azért, hogy minket neveljen, és rávezessen arra az útra, amin neked járnod kell. Hm. És valószínűleg téves utakon jártál. Nem jó fele érezted a súlyt, a fontosságot, és emiatt a lényeges és fontos úttól eltértél nagyon messzire. És akkor biztos, hogy jön egy olyan kataklizma az életedbe, hogy úgy földhöz csap, hogy na most akkor nézzük meg, hogy most innen hogy mész tovább. És amikor az ember egy fűszálnak örül, a napsugarának örül, és hálát tud adni a Jóistennek azért, hogy él, és azt a sok szépséget mind észreveheti, ami körülötte van. És azt a sok szépséget a dalműveken keresztül, vagy verseken keresztül tolmácsolhatja az emberek felé, hogy őket is kicsit megmosdassa, kívül, belül megmosdassa a lelkeket. Mert az emberek oly nagyon elgyötörtek, fáradtak, mert mindannyian nagyon vagyunk hajszolva a megélhetésért való küzdelemben. Ilyen világot élünk. Tehát oda kell figyelnünk a kincseinkre. Kincsek vannak köztünk, és a kincsek ragyogására kell, hogy legyen időnk odafigyelni, és abban egy kicsit megfürdeni, megmosdatni a lelkedet, mindenedet, mert különben nagyon nehéz az élet. Időnként fel kell emelkedni. És nekem mindig hálás vagyok azért, hogy én énekes lettem, mert ez engem úgy a szakrális irodalomban, mint a világirodalomban mindig újabb és újabb állomásokra visz engem. Ezt érzi a legnagyobb kincsének? Ezt érzem a legnagyobb kincsemnek. Hogy én nem stagnálok, én mindig változom, és mindig új dolgok érdekelnek, és új dolgok hívnak, és megvan a régebbiből is az, ami odavaló, és mindig újak jönnek. És ettől úgy gondolom, hogy ez az út végtelen, amíg majd egyszer az ember nem megy haza, az örök hazába, de én mindig azt gondolom, hogy a drága húgom szokta mondani, hogy hát Katikám, hát nem elég már neked az, hogy egyik nap Nyíregyházán vagy, másik nap Kőszegen vagy, onnan mész Sopronba, aztán Szegedre, hát ez hogy bírod? Hát ahova hívnak, oda szeretettel megyek, boldogan megyek. Amíg csak tud? Amíg tudok, amíg mozogni tudok, és amíg énekelni tudok, amíg közölni valóm van. Akkor nem lesz ebben megállás ezek szerint. Hát nyilván egyszer majd eljön az ideje. De az még messze van. Nem tudjuk. És így van jól, hogy nem tudjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Még nagyon sokáig beszélgetnék. Remélem, lesz még rá alkalmunk. Boldog örömmel. Köszönöm szépen. Önök a Kontúrt, az M5 portré műsorát látták, adásunkat újra nézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Jövő szombaton este 6-tól újra várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!